kettőzsér. És így van, Zambrotta is lement a pályáról. Ajajajajajajaj! Ilyen gólt kapni, kérem szépen! Vezetnek az olaszok, Binatála ért bele. Ezt a gólt! Majdnem azt mondom, hogy kifogtuk a szelet a vitorlájukból az első félidőben, erre a második elején kapunk egy ilyen bohózatba illő találatot. Hát nem tudom, nem vagyok meggyőződve róla, hogy nem volt ez les. Nagyon mutatta az asszisztens, hogy nem volt az. Hát ugye Fülöp Marcinak így esélye sem volt. Ebből a lassításból az nem derül ki, de én még egyszer mondom, nem vagyok benne biztos, igen, hogy ez nem volt les, ez a gól. Jó, az idáig szép, ahogy átámozta magát az olasz játékos mindenkin, és Vaskónak. Jó van, akkor most már egyértelműen kijelentett, hogy kijöttünk a gödörből. Olyannyira, hogy jók a cserek Fülkortól. Ugye az Inter játékosa. Vaskó, ott van még egy gól! Gól! Juhász Roland! Mekkora gól! A bal felsőbe! Megvan az egyenlítő gól, ezt nagyon megérdemeltük. Egy perccel azután, hogy Leandro kiadta a nagy helyzetet, azért most nagyon-nagyon jót tesz, hogy Juhász Roland véreiben csatárvér csörgedez. Ez egy elég nagy hiba az olasz játékostól, hogy így fellőtte a labdát. Az olasz pedig Zambrotta volt, ha jól láttam. Filkor Attila fölvállalta a jobb oldalon az 1-1-et, megverte a Grossót. És ezt a csodálatot. Ezt egyik olasz sem csinálta volna jobban. Gerazoli ment be a csere után, középre, Priskin Tamás mögé, és Filkor Attila játszik itt a jobb oldalon. Nagyon-nagyon hatékonyan. És Vaskó dicsérjük meg. Neki ugye nagyjából közel ennyien szorítottak Brunóval, mint amennyien most a stadionban vannak. Felmérések szerint 30 ezer magyar rándult ki Csehországba. Most viszont nagyon szép Priskin csere, Priskin 11-es! Befújták! Jól van! Befújta Mehuto González! Elvitte Priskin a labdát, és nem volt mese. Cannavaro hozta össze? Cannavaro hozta össze! Aranylabda ide vagy oda, csapatkapitányi karcalag ide vagy oda. Már az jó volt látni, hogy Filkor Attila a középső zónába fölmerte vállalni a cselt, indította Priskin, aki nagyon-nagyon hatékonyan tudott elmenni a szélén az alaponalnál. Na Gerazoli, 66. perc. Igen! Igen! Vezetünk! Ott a szaltó! Ott van az a szaltó, amit egykor a pécsi panelház hátsó szobájában egy rekaminró fejlesztett ki ilyen tökélyre. Megvan a vezetőgól. Büntetőket Gerazoli beszokta rugni, nem mertem előtte szólni. Buffonnak esélyesen volt. Hát kérem szépen, megfordítottuk a meccset. Most már nem jó az a 2-2, azt most se felejtsük el. Csere az olaszoknál. Palombo érkezik még. Nem való őszintén, most nem azt figyeltem, hogy kinek a helyére. Megcsinálnánk és megverni Magyarország, Olaszországot. Gera, Fetesintő kap egy labdát. Gera eléri, eléri! Gera megtartja! Gera helyzetben! Gera beteszi! Gól! Mekkora gól! Mekkora passz volt ez a jó ég! Fecesin a gólszerző! Fecesin Robert, de hát amit Gera csinált! Ahogy sprintelt, az fantasztikus volt, és Cannavaro nem is gondolt arra, hogy oda fog csúszni. És úgy csúszik oda, hogy meg akarja tartani a labdát. 3-1! Hát ez hihetetlen! Specialitás az Olinak. Itt van! Igen. Itt van ez a zseniális becsúszás. És ez a másik zseniális, hogy betette ezt a labdát. Fabio Cannavaro. Ez
a napot egy életre meg fogja jegyezni. Éme itt van Gera, egyértelműen a labda, és aztán beteszi Buffon, várnak a többiek, Petesi meg érkezik, és onnan nem hibázza el. Nem véletlen, hogy mindenki Gerához ment oda egyébként a gólörömnél. 3-1!